szereplők azok a dokumentumfilmben élik az életüket, és mi megpróbáljuk kiválasztani belőle azokat a motivumokat, amik nekünk fontosak, és amikről úgy sejtjük, hogy egy történetet kiadnak. Itt a 9 hónap háborúnál ez a történet, ez egy háborús történet, hiszen a főszereplő fiú, aki egy kárpátaljai magyar srác, elmegy az orosz-ukrán fegyveres konfliktusba harcolni, mert besorozzák. De most a csinálj! Na, mit csinálsz, gyermekem? Na, lefeküdtél? Na, megnyugodtál? Amikor azt tapasztaltam, hogy mennyire durván befolyásolja az emberek hétköznapjait a háború, mindenki fél, egy csomóan elmenekültek, teljesen bizonytalan volt a jövő, akkor úgy éreztem, hogy ez most egy fontosabb ügy, ezzel kell foglalkozni. Egyszerűen például, amikor visszajöttem, átléptem a határt Ukrajna és Magyarország között, és visszajöttem Magyarországra, akkor egy ilyen ólomsúly esett le rólam, szóval, hogy annyira engem is így befolyásolt az ottani hangulat, hogy úgy éreztem, hogy erről valamilyen módon hírt kell adni, és akkor ráadásul akkor még nem nagyon forgattak ebben a témában dokumentumfilmet, tehát televíziós anyagok készültek, de ilyen mélyebb dokumentumfilmek nem. Ez 2015-ben volt, amikor elkezdtük forgatni, és mostanra lett kész, egy pár hónappal ezelőtt, nyáron Szarajevóban volt a nemzetközi premiér. Tehát 3 évig csináltuk. Akkor van egy kis időm, akkor fejlök téged. Hiába egy naponta 1-2 percet beszélgetek, nekem annyi eske elég. Úgy hiányzik egy anyai érintés, egy anyai ölelés, egy maga jelenlétet, vagy meg tudjálak vele élni. Még hogyha veszekedni is, vagy bármi. Na hát, hiányzom nagyon-nagyon. Szerinted milyen hatása lesz a Jani és a családja életére ez a forgatás, meg maga az elkészült film, és ők ezt hogyan élik meg most, hogy versenyeztetik a filmet, amiben ők a főszereplők, és hogy ez moziba fog majd kerülni? Hát szerintem zavarba jöttek, hiszen ők nagyon őszinte emberek, nagyon természetesek a kamera előtt, de azért, amikor egyszer csak benn van egy moziba ez a dolog, például Szarajevóban ők is ott voltak a nemzetközi premiéren, akkor ez egy más hangulat, amikor tényleg mások azt nézik, hogy te a lakásodban, akár a hálószobádban is hogy évült mondjuk a pasiddal, vagy szóval, hogy beszélgetsz az anyukáddal. De ugyanakkor azt hiszem, hogy az egész forgatás és maga a film is valamilyen módon segít nekik feldolgozni azt a traumát, ami őket érte a háború miatt, és amiatt, hogy a Jani katona volt. És segít feldolgozni, mert rálátnak az életükre valamilyen módon. Azt éreztük, hogy közben is, miközben ott voltunk náluk, aközben is ez több volt, mint egy ilyen szakmai kapcsolat, hogy mi akkor ott most tesszük a dolgunkat, dokumentumfilmet készítünk, hanem valamilyen módon, főleg az Erzsike el tudta mondani nekünk azt, hogy mi fáj neki. Volt valaki, aki meghallgatta, vagy adott esetben apró dolgokban tudtunk segíteni. Nagyon nem akartuk befolyásolni az életüket, mert erről is úgy éreztük, hogy ez is ilyen dokumentumfilmes etikai kérdéseket vet fel, hogy milyen szinten lehet befolyásolni, de próbáltunk nekik azért apró dolgokban segíteni, és például a filmben mobiltelefonos felvételek is vannak, mert amíg a Jani a háborúban van, addig magát veszi a mobiával, és azokat használjuk. Mi csak akkor forgatunk, amikor a családnál vagyunk, és valamilyen módon a Jani is a mobiltelefonos felvétel készítése által jobban rálátott arra, hogy mi történt vele.